Életem csak kegyelem, önérdemem nincs. Életem csak kegyelem. Kedves testvérek, ezzel a mai napon kezdődik el a keresztények egységéért való imahét, amit egyetemes imahétnek is nevezünk. A keresztények azok, akik Jézus Krisztusban hisznek, akik vallják, hogy ő valóban az élő Isten fia. Ugye ez a nagy kérdés, hogy kiket nevezünk keresztényeknek, és kik azok, akik a keresztények egységéért imádkoznak. Azok a keresztények, akiket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kereszteltek meg. Akik hiszik azt, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia, ő a második isteni személy, aki értünk emberré lett, aki értünk keresztre feszítettek, de harmadnap föltámadt, és ül az Atyának jobbján. Valóságos Isten és valóságos ember, hogy a hiszek egyben imádkozzuk. Tehát a különböző felekezetek, ortodoxok, reformátusok, evangélikusok, baptisták, katolikusok, azok, akiket keresztényeknek vallunk, akik valóban, amit a hiszek egyben imádkozunk és vallunk, azt mi valóban komolyan is gondoljuk. És ez a mai evangéliumi részlet és olvasmányok arra irányítják a figyelmünket, hogy meglássuk Jézus Krisztusnak a valódi kilétét. Kicsoda Jézus Krisztus? Ugye az Istennel való kapcsolatunk azzal kezdődik, hogy őt kell megismernünk. Minél jobban ismerjük az Úr Jézust, annál jobban tudjuk, hogy ki az Isten. Jézus mondja magáról, hogy én és az Atya egy vagyunk, aki engem lát, látja az Atyát is. Tehát Jézus Krisztusban megjelenik közöttünk az élő Isten. És mindazt, amit mi Jézus Krisztuson keresztül hallunk, amiről ő tanított, a számunkra az, amit az Isten mond magáról. És ahogyan az Úr Jézus megérte az emberi mi voltát, az számunkra minta, hogy mit jelent igazán embernek lenni. A Szentleckében hallhattuk Szent Pál apostolt, ahogyan köszönti a korintusiakat. Általában minden egyes szentmisét köszöntéssel kezdünk. Akkor, amikor keresztet vetünk, akkor ezeket a formulákat használjuk, amelyet annak idején Szent Pál apostol is a különböző közösségeknek írt, és hogyan megszólította őket. Így szól, ugye Krisztusnak akaratából meghívott apostola, köszönt benneteket, Krisztus Jézusban megszentelteket, meghívott szenteket és mindazokat, akik nálunk, vagy nálunk segítségül hívják Jézus Krisztusnak a mi Urunk nevét. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. És itt van a lényeg. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Vagyis akkor, amikor bármit elkezdünk, bármit teszünk, akkor mindig az Isten kell segítségül hívnunk, ami ajándékunk Jézus Krisztusban teljesedik ki. Jézus Krisztusnak a kegyelme az, amely bennünket egyesít. Jézus Krisztusnak a kegyelme az, amely bennünket megszentel, és amely elvezet bennünket az örök boldogságba.